Üdvözlöm kedves barátaim, Hare Krishna. Black Friday. Persze, amikor már fogtok látni videót, az már lehet, hogy lesz Black Monday. És még lehet, hogy még ma fogtok látni. Nagyon jó. És ahogy én ígértem, itt van nálam Srila Prabhupád a életrajz könyve. Képzeljétek el, 2 kötetben van. Nagyon vastag. És ez a könyv az azért különleges, amit szeretnék nektek mindenféleképpen felajánlani. Mi mindannyian nagyon szeretjünk Jézus Krisztust, akinek az élete egy csoda volt. Sok minden más ilyesmit tudjunk értékelni. És a Srila Prabhupád, aki a mi időben itt volt, ugyanúgy ő jött lelki világból, nem volt karma, nem volt előző élete. Jött, és úgy mutatta az élet során, élet példájával, nem mint egy remete élt, nem mint egy nagyon zárkozott kolostorba valaki, mert akkor az egy, tudjunk, hogy ez meg lehet csinálni, de ugyanakkor nagyon távol tőlünk, hanem ő megmutatta, hogy lehet akár valaki üzletember, akár valahol dolgozik, de hogyan ő tud a lelki gyakorlatot gyakorolni, és végül nem csak példát mutatta, hanem hozta nekünk lelki gyakorlatot, és ő maga odaadta magát embereknek. Ő hozta szeretetet. És ez a 2 kötet, ami itt van, ezt szeretnék ajánlani nektek, elolvasni, ez nagyon, nem fogtok tudni lerakni, én azt mondom. Egy röviden. Zseniális, szent ember, lelki személy megváltoztatta a világot. Már meg is volt jósolva, amikor megszületett, akkor asztrológust szokták meghívni a családokban, Indiában, ez a tradíció, és akkor megjósolta, hogy ő 70 éves korában 108 templomot fog alapítani egész a világ szerte. És itt vagyunk Budapesten, nem ő személyesen alapította, de az ő tanítvány alapította ezt a templomot. Ez nagyon-nagyon csodálatos, és hogyha valaki akarja megérteni, hogy lehet felismerni egy szentet mai napon, akkor ezeket a könyveket elolvassátok, és nagyon könnyen fogtok érteni, hogy mi a különbség szent és nem szent, és mi alapján felismerhetünk. Itt látjátok képernyő alul a címet, hol lehet írni, és írjátok oda, rendeljétek a könyveket. Aki Budapesten lakik, Budapest környéken, számatokra én itt vagyok, és én sokkal boldogabb lennék, hogyha ezt személyesen átadnék. Főleg itt vagyok ebben a központban, Csillaghegyen, 3. kerületben. Írjátok, aki szeretne jönni és személyesen átvenni, akkor megbeszéljünk időpontot, és gyertek, és vigyitek, legyen a tietek, és lehet venni 2 ilyet, egy nektek, és egy valakinek ajándékba. Miért jó másoknak adni ilyen szent könyveket ajándékba? Majd a következő videóban elmesélek, amikor mesélek a másik következő könyvről. Röviden ennyi. Hare Krishna!